nagyon-nagyon rövid elkészülődés alatt lassan el fogunk indulni ilyen 10:30-kor. Azt hiszem, hogy nem is tudom, Bogival mi, meg Bendivel ilyen 5:30-kor keltünk, vagy ilyesmi. Úgyhogy tényleg csak egy röpke pár óra kellett ahhoz, hogy elinduljunk. De amúgy is csak 10-kor nyit ez a hely, ahova megyünk. És nagyon izgalmas napunk lesz. Én egy picit fáradt vagyok, mert tegnap volt egy ilyen iskolai rendezvényünk, de félre ne értsétek, semmiféle ilyen iddogálás, ugye, és mi csak egész egyszerűen tényleg szintén fáradt vagyok, meg Misike éppen mászik föl rám. Hello, Misi! És nagyon szereti Misike ezt a helyet, úgyhogy gondoltuk, hogy elmegyünk együtt, és megnézzük, hogy tényleg mire képes ez a nagy fiú. Hova megyünk ma? A Farmer Fortnite. Nekünk ez az indulás, ez ilyen tortúra kb. Most is végre leértünk. Viktor otthon hagyta a pénztárcáját, úgyhogy vissza kell érte menni. Misi! Sorunkat, és én is mászok, de ezt ő még nem tudja. Misi, izgulsz? Én szokás szerint úszom a vízben. Az a baj. Igen, én úszodába jöttem, hogy Bogi mondja. Nekem sajnos ezeken a helyeken bármennyi légkondi van, ebben a... Én a párától izzadok tulajdonképpen, az, ami nagyon betesz színekem a kaput. Egyébként nagyon szeretjük ezt a helyet, mert nem túl drága, és nagyon ilyen gyerekbarát. És tök nyilván tisztek a WC-k, meg minden tök jól fel van szerelve. Hát annyi, hogy nem tudtuk a babakocsit behozni, mert én abban reménykedtem, hogy behozzuk, és akkor a Bendit belerakjuk abba, és akkor szegénykémet így lepasszoljuk, úgymond az álommanónak. De ez nem jött össze, úgyhogy rendesen is végig kezemben volt. Csöppet összeizzadtunk, de se baj, majd meglátjuk a folytatást nem sokára. Misike, milyen fagyit eszel? Elmondod? Ichigo. Ichigo, igen. Az epres fagyi, az Ichigo Aisu. Adsz apának egy harit? És tényleg nagyon finom, Misi. Köszönöm. És megnézzük, hogy Bogi mit iszik. Zöldteát. Zöldteja, de valami gazdag. Zöldteja gazdagon.
Az a lényeg, hogy lehet itt automatába kapni dolgokat. Sajnos nehéz behozni nekünk elég sok minden, így nagyon-nagyon sok mindent osztunk a gyerekeknek, és nem tervezünk olyan nagyon sokáig azért maradni. Gondoltuk, hogy veszünk egy innit, és veszünk egy fagyit a jól megérdemelt falmászó fiúnak, ugye? Na, Bogi, mesélj egy picit a falmászásról, milyen érzés volt. Nekem ez volt az első, és többet nem fogok mászni szerintem. Nagyon para. Amikor még elkezdtem, akkor így semmi gond, de így a közepe felé már nem néztem le. De a közepe felé már éreztem, hogy fárad a kezem, fárad a lábam, már nehéz felhúzni magam. De a legrosszabb az a piros oszlop volt. Az nagyon para volt. Pedig azt hittem, lentről úgy látszódik, hogy csak fel kell mászni az oszlopokon, nem para, dehogy nem. Igen, azt láttuk, hogy para volt. Nagyon olyan jó kis kaméleon mozgásod lett. Az nagyon jó volt. Ezt majd így berakom egy ilyen, mi ez, gif, ilyen loopba. Köszönjük. Bende, milyen volt a mászás? Jót másztál? Bende, hogy kell mászni? Amíg itt pelenkát cserélek Bendének, addig gyorsan körbeforgok, és megmutatom, hogy milyen a pelenkát cserélő részleg. Itt van egy kis szoptatószoba. Én. Kézmosós résszel, forró vizes résszel, és még egy kis szoptatószoba. Jövetelkor megláttuk, hogy van a Subwayben ilyen 500 jenes szett, és most igazából spórolunk, de ez az 500 jen az elég kevés szerintem, és tök jó ár egy szendvicsre, meg valami innivalóra vagy potetóra. Úgyhogy bejöttünk ide és vettünk egyet nekem, egyet Misikének, Viktor azt mondta neki, nem kell. Eljöttünk gyorsan ide egy mosodába, itt van a nagyon közelünkbe, egy ilyen kis pénzbedobós automat a mosodába. Misikével, Misike itt van mögöttem, éppen tetriszezik. És ja, igen, ő is hozta a kis kameráját, és ez a Misike kis kameráján is van tetrisz. És most megyünk oda a szupcsi mosógépes mosodába, mert van benne ilyen cipőmosó gép, itt ez a pont, ez a fehér itt a bejáratnál, mert a Misikének itt van a kis, hogy hívják ezt, ilyen beltéri cipője az oviba, és ezt ki kell mosni neki, hogy szép tiszta legyen. Most, hogy beraktuk a mosásba a cipőt, Misike cipőjét, ez körülbelül nem tudom, egy ilyen 20-30 perc, amíg kimossa ez a mosógép, és utána majd vissza fogunk jönni és átrakjuk. Bár lehet, hogy ezt nem is kell berakni a szárítóba, megszárad, olyan jó nap van. Igen, Misike szeretne menni autóval, és most azért megyünk autóval, Misi, mert megyünk bevásárolni. Szeretnénk egy ilyen kis mini bevásárlást csinálni, mert muszáj vennünk. Itt most beindult pont ez az autó, nem tudom micsoda mögöttünk, szegény Misi megijedt. Úgyhogy megyünk bevásárolni, gyere Miskókám, jó? Veszünk egy-két ennivalót, meg egyéb dolgokat. És ezt csak gyorsan meg akartam mutatni, hogy Japánban ilyenek általában a bevásárlókocsik, hogy nincs benne itt tulajdonképpen semmi, hanem csak így maga a kocsi. Jaj. És rá kell rakni külön a kosarat, ami szerintem egy érdekes megoldás, de ennél egyáltalán sokkal jobb megoldás az, hogy a kis bevásárló szoszkodat
Jön egy ilyen kis kampó, rá lehet akasztani, és tök kényelmes. Képzeljétek el, hogy vannak itt különféle nagy méretű, meg kis méretű tojások, és ezek a mikküszű méretű tojások, ezeket mostanában kezdtem el látni, elég picikék egyébként, de nem olyan rossz. És ez kerül 160 yenbe 10 darab tojás, tehát ez meglehetősen olcsó, és ott egy misike a sarok. Szóval itt van a mi csodálatos fagyink, 572 yenért, remélem, hogy geki eszű, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon extrémul olcsó. És ilyen csoki vaníliás família. Misinek itt van egy kis házi feladata, amit meg kell csinálnia, ugyanis jár egy ilyen Kumon nevezetű, hát ilyen külön iskolaszerűség, de nagyon sok japán is jár, és itt lehet általában tanulni kokugo, azaz japán nyelvet, valamint sanszűt, azaz matekot, és eigot, azaz angolt. Azt hiszem csak ez a három van, talán még van rika, ami a hát nem tudom, ilyen tudományok, de nem vagyok benne biztos, hogy ez van ez az utolsó, viszont Misi csak japán tanul. Ugye nyilván azért járatjuk ide, hogy egy kis szókincset magára szedjen, és egyébként már elég jó szókincse van szerintem, mert egy ilyen több száz szavas szókincse van japánból is, csak hát ugye használni nehezen tudja, de hát ha lát valamit, akkor azt meg tudja nevezni mondjuk így japánul. De itt általában elég inkább az írás-olvasáson van fektetve a hangsúly, úgyhogy most ezt együtt meg fogjuk csinálni, Mizsikével. Igen, nyivatori, no? Ni. Ezt a nyit, ezt ide írna még egyszer, jó? Ich, ni, san. Aha, és most ez jön, igen. Ich. Ni. Szó. Ügyes. Kanyi. Szép, ha mondjuk. Kanyi. Ez pedig? Nichi. Ügyes. Nichi. Az utolsó nyári szünetes hétvégénknek, de szerintem egész jól sikerült. Köszönjük, hogy végignéztétek ezt a vlogot, és velünk tartottatok, és találkozunk legközelebb is. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, pa-pa! Bye-bye!